Február 4-én lesz a rákellenes világnap, ennek apropóján figyelmeztetnek a szakemberek a szűrővizsgálatok fontosságára. A 45 és 65 év közötti asszonyok 10 éve ingyenesen vehetnek részt mammográfiás vizsgálatokon, városunkban azonban a meghívottak közül átlagosan csak minden második nő megy el ezekre a szűrésekre. Összefogás van, ahol a kormányhivatal, az önkormányzat, a civil szervezetek nagyobb figyelmet fordítanak erre, ott jelentősen lehet javítani a statisztikán. A mellrák megelőzésére szolgáló vizsgálatra 2 évente hívják az érintetteket. Ha van valami elváltozás, akkor azt kideríti. A népegészségügyi szerv osztályvezető főorvosa azt mondja, hogy azok a székesfehérváriak, akik tavaly kaptak meghívót, de nem mentek el a szűrésre, most is bejelentkezhetnek a vizsgálatra február 14-éig a 0622 513 626-os számon. Vannak nagyon néma tumorok, amik semmi jelet nem adnak. De abból a 30 ezer évente megjelenő, vagy 28 ezer évi új daganatból ennek a kétharmada, háromnegyede, ez nagyon korai stádiumban észrevehető. És itt van a kulcsszó, korai stádiumban az időben felfedezett daganat gyógyítható. Az időben felfedezett daganatos betegségek többsége gyógyítható, ezért fontos nagy hangsúlyt fektetni a prevencióra, tette hozzá dr. Pásztor László. A főorvos szerint azonban érdemes a különböző testi elváltozásokra, a figyelmeztető jelekre is figyelni.